Nem csak esztétikai szempontból, hanem a karosszéria védelméért is fontos a téli autómosás. Ám nem mindegy, hogy hova visszük tisztítani az autónkat. A hideg igencsak lemerítheti az akkumulátorunkat. Érdemes már most ellenőrizni a töltöttségét, és esetleg karban tartani. Téli időszakban, hogyha az időjárás olyan, akkor ugye eső, havas eső, havazás, ónos eső, egyebek, ezek mind-mind-mind jelentősen szennyezik a gépjárművünket, és ehhez hozzá kapcsolódik, hogy ugye a téli fagymentesítés és hómentesítés következtében sózzák és különböző granulátumokkal sikkosságmentesítik az utakat, ezek szintén károsan hatnak a gépjárművünkre. Mind az önkiszolgáló, mind a gépi mosót én nem annyira preferálom. Lehet, hogy ez elfogultság a részemről. Én a kézi mosót találom minden időszakban a legjobb megoldásnak. Télen azért egy önkiszolgáló mosóba, ha sorba vesszük, beállunk. Lehet, hogy fedett, de kültéren vagyunk. Hideg van. Hideg időben autót mosni magunknak kellemetlen. Nem vagyunk fölkészülve technikailag egyáltalán, hogy az autót tökéletes minőségben tudjuk magunknak letakarítani. Nem tudjuk, hogy a gépek hogy vannak beállítva, a vegyszerek hogy vannak bekeverve, milyen vegyszereket alkalmaznak. Ilyenkor a hideg időben bejön a fagyás veszély. Tehát ráfagy a víz, a vegyszer, ha nem megfelel a higítás, befagynak az ajtók, zárszerkezetek, stb. És nem beszélve arról, hogy kint vizezni télen még meg is fázhatunk. A gépi mosóknál ott ugye ilyen időszakban tél, havazás, eső, elég sok sor van, tehát ott is sorba kell állni. Ott mondjuk ahogy végigmegyünk, ott azért egy zárt folyosós rendszerben működik, ahogy végigmegy az autónk, viszont két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy a keféket nem fogják tudni, technikailag nem megoldott, hogy minden autónál tisztítsák. Ezért az előttünk lemosott gépjárműről leszedett szennyeződés benne marad a kefében, és a mi autónk, ahogy megy, sorra kerülünk, úgy végig avval a szennyezett kefével mossák át. A gépi mosó az önkiszolgálóhoz képest, ugye ott szárító berendezés van, tehát a fagyveszélyt és a megfagyást azt lényegesebben csökkenti, de ott is kiállunk a mosótérből, és azért az ajtókeretek, zárszerkezetek ugyanúgy be tudnak fagyni. Ezeket nekünk kell utána áttörölni, vagy megkérhetjük ott a kollégát, hogyha erre van kapacitásuk, hogy ebbe segítsenek. Tehát ezt sem tartom legtökéletesebbnek. Én úgy gondolom, ha bármi probléma történik az autónkkal, legyen az vegyszerből, fagyásból, egyéb dologból, kihez fordulok? Nincsen garanciális lehetőségünk, hogy visszamenjünk, tanácsot kérjünk, vagy akár garanciálisan a hibát kijavítsák nekünk. A kézi mosóknál ez azért megoldható, tudunk hol reklamálni, a vegyszereket úgy tudják alakítani az adott autóhoz, szennyeződéshez, időjárás mértékéhez, hőmérséklethez függően, és ha problémánk van, vissza tudunk fordulni, tudunk tanácsot kérni, segítséget, illetve nyomon követhető a felhasználótól egészen a gyártóig a vegyszerskála, és ha az okozott problémát, akkor ott is tudunk lényeges segítséget folyamodni. A téli időszakban az automosás gyakorisága az a nyárihoz képest sűrűbben. Én mindig az arany középutat választanám. Ami azt jelenti, hogy ha havazik, esik, ónos eső van, sózzák az utakat, akkor amint ez megszűnik, felszáradnak az utak, le vannak takarítva, akkor érdemes egy-két napon belül elmenni, hogy az autónkat a sótól, a leendő károsodástól, korróziótól megóvjuk. Amennyiben nem, csak a normál szennyeződés van, illetve esősebb időszakot élünk, akkor én azt mondom, hogy két hetente, havonta azért érdemes elmenni. Havazás, ónos eső esetén azért érdemes hetente legalább egy külső mosást eszközölni, hogy ezen káros anyagokat lemossuk a gépjárművünkről. Ha a gépjárművünkön sérülés van, akár a karosszéria fényezésében, akár a szélvédőn, azt a gépi mosóknál a kefés rendszer ugye azt nem tudja figyelembe venni. Tehát ott tovább fokozhatjuk a sérülés veszélyét. Önkiszolgáló mosónál mi tudunk róla, de mivel nincs gyakorlatunk, nem tudjuk, hogy az adott gőzborotva milyen nyomáson, hogy működik, tapasztalat hiányában, ezért magunknak is okozhatunk nagyobb kárt, jobban leszedjük a lak és festékréteget, vagy tovább repesztjük a szélvédőt. A kézi mosónál mindenféleképpen célszerű, ha tudomásunk van ezekről a sérülésekről, hogy szóljunk a kollégáknak,
akár az üzletvezetőnek, akár a dolgozóknak, hogy figyeljenek oda, ők erre föl tudnak készülni, azt ki tudják hagyni, más módszerrel takarítják azon felületeket, kisebb annak az esélye, hogy ezen sérülések tovább fognak növekedni. A téli időszakban, én mondjuk egész évben szoktam ajánlani, de a téli időszakban kifejezetten előnyös, hogy a gépjárművekre kérjünk extra szolgáltatást, mosásonkénti viaszolást. Azt a pár száz forint pluszt megéri az, hogy az autó következő használatában, ha esik az eső, havazás jön egyebek, a viasz egy hidrofób hatást nyújt, és lepergeti a vizet, illetve taszítja a koszt. A folyékony viaszok, amit mosás után szoktunk alkalmazni, azok pár nap, pár hét tartalmat bírnak ki, és akkor vannak ugye a keményebb vakszolások, egészen a ma oly hangzatos kerámia bevonatokig. Illetve ma már a legújabb fejlesztések alapján szélvédőre is lehet kerámia bevonatot applikálni. Ezek abszolút hosszantartó védelmet nyújtanak a felületeknek. Nagy mértékben taszítják a koszt, ezáltal a közlekedés biztonsági szempontból is segítjük a közlekedésünket, hiszen jobban látunk ki a szélvédőn, a lámpatestek, lámpabúrák pedig kevésbé koszolódnak, tehát a világításunk is jobban működik, jól látni és jól látszani. Különösen a fagypont alatti hőmérsékletek teszik próbára a járművekben található akuk hatékonyságát vagy akár élettartamát. Épp ezért, ha nem vagyunk biztosak, érdemes utána járni az akkumulátor állapotának. Aki használja minden nap a saját autóját, az pontosan tudja, hogy amikor reggel indít, akkor milyen fordulaton pörgeti az akkumulátor az önindítót, az önindító meg a motor. Ebből azért lehet következtetni, hogyha már gyengül ez az indítási teljesítmény, akkor valami probléma van. Mindenképp azon el kell gondolkozni, hogy mennyi idős az akkumulátor. Milyen akkumulátort tettünk bele annó. Tehát ez egy sima standard akkumulátor, egy jobb minőségű gyári akkumulátor. Ugye a gyári akkumulátorok mindig tovább bírják, mint a utána kapható akkumulátorok, bár abban is különböző szintek vannak. Ha úgy érezzük, hogy már elég régi az akkumulátor, akkor mindenképp érdemes elvinni egy olyan műhelybe, ahol be tudják mérni az akkumulátort. Vannak a régebbi standard módszerek, ahogy terhelővillával, de léteznek már újabb fajta modern műszerek, amivel lehet mérni a töltöttségi szintjét és meg az akkumulátor állapotát is. Akkumulátorvásárlás esetén több mindent figyelembe kell venni. Az autóhoz kéne a felhasználási felülethez, az autó képességei, a szükségletei, az megfelelő akkumulátort választani. Egész más akkumulátort tennénk egy ugyanolyan autóba, hogyha az taxis üzemmódban működik, egészen más, hogyha valaki csak havonta egyszer jár az autóval, vagy naponta mondjuk Budapestre bejár. Nálunk alapvetően elfogadott álláspont más információ hiányában, hogy az autóba az akkumulátor helyére berakható legnagyobb méretű akkumulátort kell betenni. Tudni, ebből műszaki probléma biztos, hogy nem lesz, de nagyobbak a tartalékok. Minél öregebb egy autó, ezekre a tartalékokra, főleg kapacitás tartalékra, annál nagyobb szükség van. Soha ne kézzel vásároljunk akkumulátort, hiszen azok eredetét nem ismerjük, ráadásul jó tálás sem jár hozzá. Normális üzemben kell kapni egy számlát, ami azt igazolja, hogy mit vett meg, hogy mennyiért. Ennek abból a szempontból is szerepe van 2015. január 1-től, hogy a 10 000 forint feletti autó alkatrésznek számító akkumulátorra egy év jótállást kell vállalni, a 10 000 forintnál olcsóbbakra csak 6 hónapot, például motorkerékpárnál az 5 előfordul sűr, az is indító akkumulátor. Tehát a számlával lehet a vásárlásnak az idejét bizonyítani, meg hogy mit vettünk. A jótállási jeggyel, ami mindenféle fogyasztóvédelmi szabálynak meg kell, hogy feleljen, nálunk ez 6 oldal. Ahogy az autók rohamosan fejlődtek az elmúlt években, az akkumulátorok összetétele is változott. Kétféle akkumulátor van, egyik a gondozásmentes, a másikban egy kis törődést igényel. Ugye ott ellenőrizni kell a savszinteket minden cellában. Ugye már elpárolok belőle a folyadék, mondjuk így, és annak a szintje a cellák fölött kell, hogy legyen mindenképp, mert akkor károsodott az akkumulátor. Ezeket mindenképp ellenőrizni kell, ha kell, akkor utána kell tölteni. A zárt, gondozásmentes akkumulátorok a nevükkel ellentétben igénylik a gondozást. Nagyon sok akkumulátorra rá volt írva az, hogy magyar szabvány szerint gondozásmentes. Ez a felhasználók többségénél azt jelenti, hogy nem kell hozzányúlni.
hiszen karbantartásmentes szó szerepelt benne. De ez nem igaz, ez csak azt jelenti, hogy normális üzemben a vízfogyasztása az olyan minimális, hogy 3 havonta rá kell tölteni desztillált vizet. Ehhez képest azok az akkumulátorok, amik le vannak zárva, nincs nyitható dugó vagy fedél, nyilván desztillált víz után töltés nem lehet csinálni. Az akku állapotára, sérülésére, elektromos töltésére itt is figyelni kell. Az akkumulátornak töltés kell. Nem elegendő a töltőrendszer, a generátor, illetve a vezetékek ellenőrzése. Szükség lehet külső töltésre is. Az sem mindegy, hogy milyen töltővel. A mi fogalmaink szerint azok az akkumulátor töltőnek látszó tárgyak, amiket nagyáruházi polcon akkumulátor töltő felirat alatt lehet venni, a mi álláspontunk szerint ez csak abban az esetben nevezhető akkumulátor töltőnek, hogyha az a feladat, hogy egy évben egyszer lemerült autóindító akkumulátort 2-3 órányi ezzel való töltéssel annyira meg tudunk tölteni, hogy már be fogja indítani az autót, de még nem teszi az akkumulátort tönkre. Amit mi tervezünk, gyártunk és forgalmazunk töltőket, azok ezekhez képest akkubarát töltők. Téli-nyári üzemmódban tudják azt, hogy az akkumulátort hogyan kell föltölteni. Mindenféle dugó kicsavarás és felügyelet nélkül természetesen.